Judit, köszönöm szépen, veled mindjárt találkozunk, mert hogy rögtön jön a folytatás, filmekről fogsz beszélni, legalábbis egy filmről egészen biztosan, meg még sok minden más, hiszen Judit a startvonalat is vezeti, ami 9 órakor kezdődik, most viszont Csizmadia Ervinnel folytatjuk, akit az előbb már bemutattam és megmutattunk, most viszont akkor folytassuk azt a témát, amit Judit az előbb felvetett, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy nem akarunk sok muszlimmal együtt élni, mondja a magyar társadalom nevében, meg azt is mondja, hogy azért a kebabosnak örülünk és azt szeretjük, és van itt egy írás, amelyet az egyik internetes portálnak írt korábban, és amiben azt a kérdést veti fel, hogy miért nem nemzeti ügy nálunk a menekült kérdés, a menekült helyzet. Miközben, és ez már nem a cikkből derül ki, hanem a jelenből, Németországban a szélső jobbon kívül nagyjából mindenki fel tudott sorakozni arra a képzeletbeli startvonalra, hogy akkor jönnek és segítsünk. Ez nálunk miért nem megy? Hát azt hiszem, hogy emögött a dolog mögött az van, hogy Magyarországon tulajdonképpen a politika az egy nagyon kiszámítható dolog. Biztos a világon máshol is, de nálunk különösen. Ez a következőt jelenti. Van a politikának egy koreográfiája. Bármilyen ügy kerül a napirendre, annak az ügynek a kapcsán felsorakozik a két egymással szemben álló tábor. Annyiban javult a helyzet az elmúlt években, hogy nyíltabban jelennek meg a vélemények és az érvek. Tehát azért pár évvel ezelőtt olyan nyíltsággal, nemzetközi dolgokról különösen, mint amilyen nyíltsággal ma nem beszéltünk. Na de akkor ebből az következik, hogy az egy presztízs kérdés, hogy szembe menjek azzal, amit a másik mond? Tehát az a legfontosabb, a lényeg az utána? Nem, én azt gondolom, hogy ez egy szocializációs kérdés, bocsánat, hogy ilyen furcsa szót mondok, tehát hogy mit tanultunk, hogy mit hozunk magunkkal. Ahogy mi állampolgárok, egyes emberek is, ugye tulajdonképpen azt adjuk mi lényegünk, hogy egy klasszikus magyar íróval szóljak, a politikusok is ezt csinálják. Tehát, hogyha a magyar politika arra van beállítódva, hogy gyakorlatilag minél erősebben, minél indulatosabban az ellenkező álláspont mellett érveljek, és a saját álláspontomat tulajdonképpen egy jottányit ne közelítsem adott esetben a másikhoz, ez egy olyan, tulajdonképpen egy nemzeti program, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a politikának egy nemzeti minimum megtanulása irányában előbb-utóbb el kéne menni. Hozzáteszem persze, hogy a politika önmagától soha semmilyen irányba nem mozdul el. Tehát szerintem a kérdés az, hogy ki tudja megtanítani a magyar politikusokat arra, hogy konfliktus helyzetekben úgy reagáljanak dolgokra, hogy a másik fél vagy a másik felek álláspontját is valamilyen módon. Ez a tanulási folyamat, ez magától nem megy. Ez úgy ezt menne, mondtam én ez is. Úgy menne, hogy egy olyan embert választunk egyszer csak meg, aki ezt hirdeti és ezt képviseli a maga pártjával. Na de hát nem, ez így nem megy, mert ilyen embert nem fogunk megválasztani. Hát, ilyen embert csak akkor választunk meg, hogyha menet közben mondjuk 4 éves ciklusok között azok, akiknek az lenne a dolguk egyébként, hogy a politikát befolyásolják, a politikusokat befolyásolják, másfajta mintákat kínáljanak fel, azok ezt megtennék. De hát mit látunk most? Ugyanazt a mintát követi a közíró, az átlagember is, mint a politika. Tehát tulajdonképpen van egy egybeesés, ami megerősíti a politikusoknak azt a mintáját, hogy ettől a nemzeti minimumtól fényévinyre távolodjanak, és semmilyen kérdésben ne tudjanak egyetérteni. És mondok még valamit, ez pedig az idő. Az idő olyan gyorsasággal őröl, hogy egyszerűen semmilyen kérdésre nincs időnk megvitatni. Hát gondoljon bele, ki emlékszik arra, hogy 3-4 héttel ezelőtt a halálbüntetés kérdése volt Magyarországon a téma? Ki emlékszik arra, hogy azelőtt mi volt a téma? Tehát sorba jönnek a problémák, amelyeknél mindenki elmondja a magáét, mindenki ezerrel felturbozza magát, minden indulat előjön, aztán mielőtt az indulatokból bármi következtetés levonnánk, jön a következő ügy, ott pontosan ugyanezzel a koreográfiával történik minden. Az újdonság most az lesz, hogy a menekült ügyön nem tudunk túllépni 2 hét alatt. Tehát itt szerintem ez egy hosszú távú problémát állít. De akkor felvet egy másik kérdés is, hogy újra rendezi-e a magyar terepet, a magyar politikai terepet, a magyar közéleti terepet ez a menekült ügy. Ugye az előbb egy cikk kapcsán Judit idézte azt a véleményt, hogy törlök mindenkit az ismeretségi körömbe, ez nyilván egy Facebookos bejegyzés, aki gyűlölködik, vagy aki nem humánus, vagy aki nem ért egyet. És itt a legfontosabb talán az utóbbi. Törlök mindenkit, aki nem úgy gondolkozik, na hát ahogy ezt ér. Nagyon jól, hogy szóba hozta. Tudnilik, a gyűlölködés és a nem értek egyet dolog az lényegében összecsúszott. Tehát a gyűlölködő kategóriát ma már azokra is alkalmazzák, akik nem értenek egyet valamivel. Tehát itt tulajdonképpen lassacskán azt kell kimondanunk,
hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogy az egyet nem értést valamilyen módon kezelni legyünk képesek. Mondok egy nagyon egyszerű példát ennek az ügynek a kapcsán, tehát a bevándorlás ügy kapcsán. Az egyik tábor ugye azt mondja, hogy ez nemzeti ügy. A másik tábor azt mondja, hogy ez európai ügy. Na most nem lehetne ezt a kettőt szintetizálni valahogy, és mégis a magyar példa azt mutatja, hogy nem lehet, mert aki például a szuverenitás mellett érvel, és hallottam, amit Hak Pétert az imént, hogy ő a szuverenitás elismerése mellett érvelt, hát ez miért is állna szembe az európai normákkal? Tegyük hozzá, hogy Hak Péter nem mondta, hogy szemben áll. Nem mondta, hogy szemben áll, de a legtöbb esetben én azt figyelem meg, én is részt veszek időnként Facebookos vitákban, és pillanatok alatt olyan mértékben kialakul ez a felturbózott özön, ami még egyszer mondom, a politikának mit üzen, hogy jó úton jár. Hát de hát ez abból fakad, mert Magyarországon a nemzeti, meg az európai, az önmeghatározás egymással szemben álló két szektorát jelenti. Tehát az egyik az a balliberális nemzetveszélytő európaiság, a másik a jobboldali, mondom, hozzáteszem, és szélső jobboldali nemzeti érzelem. És ez a kettő, mintha kibékíthetetlen. Ez kibékíthetetlen, és ez mindaddig az is lesz, amíg erre a politikusokat mi, és most a mi alatt elemzőket, közéleti embereket értek, erre a politikusokat meg nem tanítják. A politikus nem tud mindent. Tehát a politikus valamit örököl, valamit hoz magával, a közírók is hoznak magukkal. A magyar közeg szerintem ezt a felfokozott értelmiségi hevet és dühöt hozza leginkább magával. Én nagyon tisztelem az értelmiségieknek a politikához való hozzájárulását, de itt például olyan minták bemutatása marad el, hogy hogy lehet konfliktusokat feloldani. Megint mondok önnek egy példát. Nagyon távoli példa, de hát nap mint nap jönnek azok a reklámok, hogy például a fogkrémeket, a mosóporokat milyen új eljárásokkal tudják eladni nekünk. Mi mindent tud a fogkrém és a mosópor, amit 20 évvel ezelőtt nem tudott, vagy akár 5 évvel ezelőtt. Én hallott olyan reklámot, hogy azzal hirdetnék, hogy a politika mi mindent tud, amit 5 évvel ezelőtt nem tudott, amire nekünk érdemes lenne odafigyelnünk, ami egyáltalán ez a dolog valamiben is más, mint néhány évvel korábban. Tehát itt mit akarok mondani? A konfliktus rendezés, a konfliktus felismerés szerintem a 21. századi politikának a legfontosabb kihívása. Tehát nem arról kell itt most már nekünk beszélnünk, hogy mindenki ezerrel elmondja, hogy én nemzeti vagyok, én pedig európai vagyok. Most mondja meg nekem, hogy ebből mi következik arra vonatkozólag, hogy ez a két tábor hogyan fogja az egymással való ellentéteit tisztázni. Azt látjuk, hogy semmi. Na de ha erre nem találjuk illetve ki... következik belőle nagyon erősen valami, az a megosztottság, ami miatt törőjük egymást a itt most már az kevés, hogy minden műsorban elmondjuk, hogy két Magyarország létezik, megosztottság létezik. Itt a következő lépés az, hogy ugyanúgy, ha tetszik, pszichológiai eljárásokkal, metódusokkal, ki kell találni azt, hogy a politika, egyébként hozzáteszem, nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenütt, óriási problémákkal küzd. Azért hadd mondjam el azt, hogy most a bevándorlás ügyben természetesen megint Magyarországra koncentrálódik a figyelem, de az, hogy hosszú évtizedek óta emberek milliói vannak az utcán, Európa fejlett demokráciáiban is, hogy a bizalmi kérdés az európai politikában is irtó komoly probléma. Az, hogy Európa nincs vezetve, irtó komoly probléma. Ugye azt úgy szokták mondani, hogy az Európai Uniónak van egy bürokratikus vezetése, de nem egy politikai vezetése. Tehát magyarán nincsenek olyan vezetők, akik irányt tudnának mutatni. Ez is egy olyan kihívás, amivel előbb-utóbb szembe kell nézni és meg kell küzdeni. Ha már a közösségi tér valahogy szóba került, itt egy másik összefüggésben, akkor hadd hozzam ide azt, hogy mekkora hörgést támadt attól a mondattól a Facebookon, hogy miért nem gondoskodnak a civilek ugyanolyan vehemenciával a magyarországi szegényekről, a nyomorgó településen élő, kis településen élőkről, mint ahogy a menekültekről. És ebből lett egy ilyen egészen karcsörtető, nagyon durva vita, hogy az egyik egy kommunikációs eszköz csupán a menekült kérdés, a másikkal pedig együtt élünk, és az minket nem érdekel. De valahogy ilyen módon is elválik ez a társadalom, és valahogy ilyen módon is, ha nem is politikailag, de közéletileg kezelhető kérdéseket vet fel. Hát, egyébként politikailag is, mert ezzel valamit majd csinálni igen, kell. Igen, éppen tegnap idéztem a Facebookon egy vitában, utaltam rá, hogy részt szoktam venni magam is egy ilyenben Bibó Istvánnak azt a híres mondatát, hogy a politika ugye nem csak a politikusokról szól, hanem a politikusok
a politika az állampolgárról, a mindennapi ember politikában való részvételéről is szól. Na most ez nálunk megint csak elválik, tehát például a menekült ügyben ugye van úgymond a kormányoldal, meg van a civil oldal. Hogyan lehetne ezt a két dolgot összehangolni? Tehát ez is egy olyan vita. Én azért hoztam az előbb szóba az idő kérdését. Szóval azt azért ne felejtsük el, hogy olyan korban élünk, amelyikben nem, egyszerűen nem jut idő arra, hogy végig gondoljunk problémákat. Tehát ez megint csak egy óriási kihívás. Tehát anélkül megyünk tovább egy másik problémára, hogy egy előző probléma, nem hogy megoldottuk volna, egyáltalán fölismertük volna, hogy mi a gyökere. És hadd mondjak még egy dolgot, ha van még egy perc. Ez pedig az, hogy a menekült ügy mögött meghúzódik egy szerintem még lényegesen súlyosabb probléma. És ez pedig a társadalmaknak, a belső együttélésének a problémája. Tehát nem csak arról van szó, hogy esetleg sok olyan társadalmi csoport érkezik, amelyik nem az anyatársadalom normáit vallja feltétlen, de a nyugati társadalmaknak mi volt a lényegük mondjuk a jóléti államok korában? Amikor a nyugati társadalmak minták lettek, az, hogy biztosítottak egy hatalmas belső társadalmi kohéziót. Ki beszél integrációt, így is szoktuk mondani, összetartozást, valamiféle együtt éléstudatot. Beszélünk most mi erről, hogy ez a dolog hogy áll? Mi lesz akkor, hogyha tulajdonképpen ez az özönvízszerű folyamat folytatódik, esetleg az idők végezetéig, hogy fogjuk tudni megteremteni azt, amiért a liberális demokráciák számunkra egy hatalmas mintát jelentettek évtizedeken keresztül? Beszélünk, de leginkább a fenyegetés hangján, az egymás riogatása hangján, és nem a megoldáskeresés hangján, de hát ezt most mi sem tudtuk megtalálni, ezt a megoldást. Te sok fontos kérdést felvetett, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Csizmadi Ervin volt a vendégünk, a Mértelmiség Politikai Elemző Központ vezetője. Következik Balog Judit az előttünk álló bő 3-4 órában, folytatódik a Start Plus, egy remek filmről beszélgetnek, aztán jön a Start vonal, tartsanak Judittel, én köszönöm a figyelmüket, búcsúzom önöktől, szép napot kívánok, viszontlátásra!